Cia! Oh. Van egy kis szürke kis pike? Te sök. Mi a szürke kis pike? Szia, édesünk, kell egy fuvolka? Most te kivel beszél, Gert? Várjál már, francia tarcod. Szia, édes! Itt vagyok a nődnél, érted? Te szék? Itt vagyok a nődnél. Hát, értem, csak nem közben, érted, hogy kicsit... tajózgatok. Jöttek? Már neki tartsad? Mókuszka! Mókuszka! Nem kell egy kis fuvalka? Ilyesmi? Bármi? Hívtam a cajomat, érted? Hívott. És azonnal visszahívtam kétszer, és már nem vette fel. Ettől szét tud dullani az agyam, érted? Szét. Jöttek. Na gyere, akkor haza, itt vagyok nálad, érted? Nem is a csajodnál vagyok, nálad vagyok. Megyek, cá? Ó. Hát, amúgy kurva jó, hogy negyedjéle végle felvette, szétlobban az anyam, érted? Azonnal visszaírtalak, érted? Halmadjára próbálok, én ezt végle felvetted, végle! Ne ücsödög át telefonom! Akkor állítszál be cengő hangot! Oké, állítok, figyelj csak rá, neked lőszer? Mert van itt a desertben állam lőszer. Nekem nem kell. Jó, de... Megyünk akkor 8-ra bulizni? Persze, most tényleg hoztok szukkert? De lövöldözni! De mit csinálsz? Nem normális. Itt vagy, nem hívsz fel? De hívlak. És nem tudom, mi történik. Szerintem akar ő is költözni itt a bérlet. De szék? Szerintem akar ide költözni a bérletbe, francia. Jó, szuper. Mi a helyzet? Semmi, csak nézlek. Jelted. Mit értek? Kényszerítettek, hogy éljem az adásvételi szerződést. Értem. Veszik elült? Na persze. És akkor most van nála történt minden faszaság? Persze. Nálam is szuker, minden ilyesmi. Elmegyek, ha mondom érted a jégit. Oké, és gruppoljunk egy autóba? Most vagyunk itt motor. Drágám, logd le a motort, és gyere velem. Jó, oké, meghagyodjam vissza neked a nagy autót. Pink motelnét találjátok. Lózuszi motelnét alci, van nála szukkel, francia? Kérdeticiám. Van nála szukkel? Jó, logd már le, logd! Normális? Visszaírjuk a nagy autót? Most mit csinálsz, lágám? Vagy akkor most nem ezzel megyünk? Most mit csinálsz? Hogy kérdezzem, ha szét vagy eszve? Nem, a kérdés, hogy a nagy autót visszaírjuk, nem vagy lágám, most fontosabb dologban érted, mint jó, a... Jó, van, értettem, nem tudtam, hogy motorral akarsz jönni, mert sosem megyünk motorral. Te motorral, és akkor mondom, ott álltál, érted? Azt mondtad, hogy rakjam le a motort. Ezt te mondtad az előbb. Teszik? Nem kér régen motor szerintem? Telcizek életem. Teszik? Ja, jó. Na mi van, jöttek akkor a gétóba? Persze, megyünk minden, szukkel, minden ilyesmi, mindjárt ott vagyunk. Oké, semmi, csak kiválvágt hőzlek. Nincs is nálam stukkel. Hűha. Mi a rák? De mi álljuk menni, érted? Mit csinálsz? Te ember! Állj meg, lágám! Most menj be! Most menj be? Menjél! Azt a kurva, M249-el? Hozzá csinálom egy pár képet. Mi a fasz csinál szintén? Csak privátban nem lakom ki. Nehogy kirak, mert akkor szintén fejedet. Nem lakom ki. A csúrzi van zsebedbe? Persze. Na itt lesztek hátul velünk fehérek. Jó, lemeg. De hátra úsztalak be titeket. Én leszek az első, aki elfut. Hátsó részt védjük. Mi a faszom az a kocsi? Szerintem hozhat rá autó, hogyha menni kell francia, ne kell jó helyen szaladni. Van az ott, tiatal. Jó helyen van ott, jó. Jössze. Hova kell menni? Fingom szinte, elszabadul itt a pokol. Francia, akkor nézzük meg, mellé futunk. Hova kell menni, mikor? Itt lesznek hátul, mi védjük a végét. Jöttem, akkor menjek oda, többiekkel. Persze, így voltam. Vagy üljétek be.
Többiekhez nyugodtan vegyüljetek be, itt lesznek hátul velünk. Simán. Mit adok itt a flontot érted? 575-es rádió, de nincs duma. Csak három ember pofázik. Én vezetem fehéreket, Kamar vezeti lilákat, és a kopasz vezeti sarkákat. Gatya nélkül van? Szerintem ilyen kis gatya van rajta. Nem, ja, értem. Nem vizsgáltam még. Ha gondolod, most én valahogy másra vagyok foglalva. Jó, az a baj, én szerintem, itt elkezdett lövöltözni, én úgy futok a csatornába, hogy... Hú, gyerekek, itt nagy baj lesz. A Rikóra M249, itt baj lesz. Jó, mondom a tervet. Egy lövés, zsarunk arra. Reptérig meg se állunk. Reptérig meg se állunk. Hívunk taxit, és azt mondtam, hogy hát, és azt fogom hazudni, hogy hátra futottam, és onnan lövöldöztem. Mi pisztoly sincs nálam? Nincs nálam pisztoly, hazudtam. Én hazudtam. Hazudtam, hogy van nálam pisztoly. Na most, te most jó, hogy már nem pújszod egy bokorba. Én teszem, így figyelem a telepet, élted? Értem. Miért? Miért nem mész oda? Többiekhez? Azért, mert most itt figyelem a telepet, kicsit gondolkodok, érted? Értem. Francia, kitől a harmadik világából összelövöldözés, te akkor lövöldözni fogsz minden ilyesmi? Ja, hát az a probléma, hogy elveszem a fegyvert, érted állandóan elsül, úgyhogy valószínűleg igen, ha elkövetnek, akkor hövök. Mi az, hogy elszül? A véletlenül Tinánál is hőttem egyet, amikor betöltöttem, akkor hát az udvaron is. Nem normális erőveszés már lő. Ezek a helikopterek ezek most? Te megajt az ujja miattad. Kell csinálnom egy pár vágó felvételt. Dinan feje benne van. Mondom, felveszem Ninát is, a szerrel meg ott van. Mi van, Tícia? Kicsit foszok. Milyen? Hát, itt az élek kóban egy puszka volt Likó kezébe, érted? Kell neked is ilyen ruhát csinálni, érted, mint nekem, és akkor te is gangster lehetsz. Én nem azért fogok csinálni, mert tegnap beszéltem mexikóival, és teljesen igaza van. Vagy? Ott nagy szukkeleket töltenek vissza, nem? Hogy én csak keleszkedek, meg ilyesmi, ismerek pár kemény arcot, de én nem tartozom közé, hisz a tápláléklánc cúcán kurvára nem vagyok, csak egy cicka vagyok, és azt mondta, akkor lesz a gengszel, hogyha megbelek, vagy leszukkálok valakit, ilyesmi. Meglabolok. Végre valaki megmondta neked az igazat, érted. De francia, te szecinálsz ilyeneket, és cicka vagy. Szóval tegnap a bulim megveltek, szok mindenki szemmel láttál-a? Ja, mondjuk ez igaz. Akkor itt az idő, hogy bizonyítsunk. Én mindent meg szeretnék tenni, érted, hogy gangster legyek, csak foszok. Kulvál a foszok. Moszisz foszok. Ilyen is, érted. De egyszer meg kell tenni, amit meg kell tenni. Még szokás sincs nálam. Tessék! Azt az utam, hogy masztukkel, nem masztukkel. Normális vagy, menj egy gyorsan stukkel, kinyitom neked az autót. Ha én elmegyek most, biztos nem jövök vissza a francia. Akkor gyere, elviszek. Nem akarok, majd futok, érted, ilyesmi. Kérlek akkor neked egy stukkel. Nem, ne kérjél, mert nagyon nagy, nagyon, nem. Piko! Francia! Francia! Ez a hülye gyerek elfelejtett magába a stukkelt hozni, adjál már neki egyet, hét szíves. Mindjárt hozok.
Azt miért kötébe olyan nagy cickába tettél? Azt miért mondtad? Azt mondtam neki, hogy elfejteti hozni. Ez lövöldözés? Nem, nem hallok lövöldözést. Ha kitől a bal, hogy mondjam olyan mellem futok, a csatolna fele, ami mögöttem van csatolna, elfutok és ott alci. Nem futsz érted. Nem futhatsz érted, nem lehetünk csicskák, ők értünk el. Értem, persze, csak ez nem a mégyünk érted, kit érdekelnek ezek a kettőszt. De ez nem így van érted. Csak Köszi. Együtt nem értek a kaugénk, de azt mondtad, van nálad mindig. Most keleszem a kis tatyimba és nem találtam. Másik tatyimba van. Gyorsan néznek, hogy van-e benne rűsét. Miért már szilénáznak. Te szék, szilénáznak? Igen, azt mondják rádióban, jönnek szilénásuk. A telefon búzerát már nincs, meg van-e benne rűsét. Jó, megint bagos ez a szar, bassz meg. Már megint ez a kúrva. Van menne, persze. A kis. Tudsz vele bánni, igaz? Persze, szíván, szét kifektettem a bátakot. Nehogy engem lőni picsám, bazd még. Szét lövöldöztem az összeszek agyát. Kis. Itt az idő, érted? Itt az idő. Most eltártjuk a bélyegünket az utcára, érted? Érted, amit mondok? Persze. De azért, ha jövődés van, azért bújunk kell. Vágó felviteleket csinálok. Nem így szép mondtam. Te szék? Azért, ha jövődés lesz, akkor el kell bújni, érted? Szimán elbújok. Ész lesz-e veszel? Tudod, mit kell csinálni? Ha jövődés van, akkor elbújunk, azt a végén eljövünk, és akkor érted. Úgy csinálunk, mintha mi mentettük volna meg a gúvot. Kurva jó ötlet, lemek. Érted? Cipogott a... azért azt látod, mennyi kommandósz van, francia twittelen? Azért azt látod, Istenem! Francia! Ezek kommandószok, ezek nem... Nem kevek foglalkozni érted. Ezek nem cicka lendülök, ilyen cülhaszú lendülök, mint az a tegnapi büdös dohosszagú lendül, aki 67 milliárdszor kimondta, hogy forgalmi. Melyik ezek... az? Ezek kulvál a kommandószok, francia. Hűha. Nem kell beszállni, Várta Twittert? Látom persze, szengengbe szintzenek ezek a kommandószok. Remélem nem fustad össze magad. Én biztos nem, szét lesz lövöldözve az összeszek agya. És homolyan eljöttél papucsba lövöldözni? Szimán, a szílusz. Hát nehogy a papucsodba kikérdnyák át a baszmény. De, semmi szék. Sző, tudod mit? Egy kommandószól leveszem a bakancát és elviszem a szuvenilbe. Na, ez már beszéd, ez már beszéd. Ez már gengsze lesz. Ez már alakul, igen. Így folytatod, akkor lesz respektet. Kicsit fegyebkedő táplálékon. Ó, királyság. Csak ne bénász, érted? Persze. Akkor jó lesz. Nagyon félek. Eskü félek, keci. Mondja a Ticia. Lefényképezel, hogy tartom a stukkert. Csak ne a Twitter-en meg a Insta-ra, csak fényképez le, érted? Nem, érted, mert akkor, amikor a huák tetején állsz, érted? Csak csinálj a fotót, Likó, csak simán, egy sima fotót, és küldd el SMS-be. De kell, küldjem el. Persze, SMS-be. Az játékpisztoly vagy az? Nem, ezt én adtam neki, az egy sas. Várj, Telci! Teszik, mit csinálsz a fegyvérek kezedbe? Vigyázz, mert rabon lövöd magad. Nagyon vicces édeszem, négeszem, mert oda meg kész oldaszul. Most komolyan mondod, hogy a tetéről fölhív itt nem tégyek. Nem hallotta senki, kosszabad, ja, édeszem, csinálj egy fényképet, hogy tartom a stunkert, mint egy gangster, jó cínek? Értem. Hallott a gangster, itt vagytok egymástól 10 méterre szívogatjátok egymást. Szóval lehet, hogy persze, mert a stunkert. Látszódjon mindenki, érted? Látszódjon a háttérben mindenki! Hagyba lőni! Csöcsöl! Bocsot csöcsöl lőttelek!
Hát ebből én nem tudok lövöldözni már, se IC, se OC. Csinálsz. Mit miért tartod a sajdas csukkert? A cajom, csinálsz egy fotót, érted? Biztonságos kezem van, tárhoztam. Tedd már el a fegyvert, ez szerencsétlen, bazd meg, itt körülsz felettünk a rendőr helikopter. Jöjjön ki a szeggem, érted? Le fogom menni a bakancot a kommandószokra, hazaviszem szuvenírbe. Az van, van nekem is már otthonja. Jó, király. Tudsz lenni az a stokkárral, Tici? Szia! Hol van Lali, bazd meg? Most miért rászod a fegyvert? Jelentéseket, mert ha jönnek a paletóba, lőnek, hát ha elmegy pár egység. Fú, gyerekek. Tici, otthon felejtettem valamit, mindjárt jövök. Megyek veled. De nem, te majd itt, mindjárt megyek jövök. Veled, mert szerintem nem akarsz visszajönni, érted? Becickultál. Jó vagy szarva. Nem. Mindjárt jövök, Tici. Megyek veled, gyere. Na, akkor itt maradok. Most tényleg be akartad játszani, Francia? 30 éves francia forradalmál vagy, most mit foszol egy kicsi? Ne fosolok, érted? Kemény vagyok, de bakaszal. Hát egy kis polgárháború, milyen szal? Bakaszal. Te szét, nem értem. Bakaszal, érted? Ez a bakaszal. Katona kaki. Ne legyél már cicka, francia. Drágám? Igen? Francia el akart menni, azt mondta, hogy valamit otthon hagyott, és le akart lépni. Írj már neki SMS-be, ne legyél már cicka. Várjál, megmondod neki. Jó, lehelyez. Francia? Francia, la 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 la. Francia. Majd megmondom neki később, mit szólsz? Jönnek már, Geci, a munkagépek. Azért rendes, jönnek a munkagépek. Jönnek a munkagépek, basz meg. Hogy a Vagosz is izél? Tényleg ott hátul, bazd meg! Még a Vagosz is, nézzétek meg! Beálltak lakókocsikkal, buszokkal. Még a Vagosz is izél. Bazd meg! Ez nagyon nagy balé lesz, geci. Ez kurva nagy balé lesz, gyerekek. Már jönnek a munkagépek. Ennyit látok. Jönnek a munkagépek, Mutyi Jóska. Na mi van, Kakao Gangster? Jönnek a izék. Most Instán jönnek a munkagépek. És köszi a lédet. Nem így én mondtam. Elve kéne menni, nem? Hát évileg ott lesz valami nagy beszélgetés, mert próbálják lebeszélni, hogyha nem, akkor van fegyvérrántás. Aj, viszem az autómat, érted, nehogy átmenjenek rajta. Értem. Figyeled, lága, meg akarsz szökni? Én nem akarok. De a francia meg akarsz szökni. Ja, hogy jó. Gyorsan így bemelni? Gyorsan! Kis gettó cajom! Kis gettó sztotyom! Jó. Ezt meg kipróbálhatom? Persze. Lemek? Hát ő azt mondta, hogy feküdjön aludni. Persze, pont most, persze. Érdekesik én. A szomorú, mert nem szokál, a kurva nagy bizniszek lesznek, mert nagyon szokanyagot át kell venni, érted? De meg vagyunk ketten édeszem. Persze, hogy ne, mindig vagyunk, érted? Simán, van szuk, nem isz. Nekem is van. Ha kitől a balhé, akkor én a Cotorna fele futok, és majd ott alci. Hogyha egyébként itt a mögöttem, a házak mögött végig futsz arra fele. Persze. Az is jó. Nem alla. Hanem másik irányba. Másik irányba. Alla megyek, és a bányászöltöző fele talci. Értem, nem tudom, hol a bányászöltöző, de jó. Okics.
Megint ott egy helikopter. De most az velünk van, vagy ellenünk? Fingom szint. Az a rendőrség. Már kirágták a mutyék, hogy jönnek Instagramra. Fölmenjünk valahova háztetőre? Szerintem maradjunk itt, hallgasszuk meg. Kéne csinálni egy fotót. Most csinálsz egy... Csinálj meg egy fotót a buszról. A busztól. Szíria út, Janizé. Picit én félreállok. Tehát, hogy... Ja, nem, Pali vezet. Ja, én is félreállok. Ja. Aztán a széltől fogsz. Jönnek át a sárga kira. Te figyelj már, mit csinál a csajod? Csinált egy kis fotót, érted? Ja, persze, persze, az a legfontosabb most. Persze, fontos! Most jöttek a munkagépek? Igen, igen, igen. Nem csinálok, mert már azt mondta Rico, hogy jönnek szemből. Óvatosan gyertek, a munkagépek már előttünk vannak a grove elején. Jézus, atya úristen. A vagosszal, vagosszal csak megbasszuk a rendőröket, nem? Azért, azért már három frakció csak lekúrja a rendőröket, bassz meg. Az túrja a buszt esélyem. Bunker! Kattanj be a tankba! Kattanj be a tankba! Ülj be a lánszalkasba. Van rajta gépágyú? Tolják el a buszt. Fel kell lobbantani! Tici, nagyon nem állnék itt az utás közepén. Tici! Óvatos ott az utás közepén. Kirángattak ide. A francba! Kitépem a kocsiból, bazd meg. Hát gyere ide! Gyere ide, kitépek! Ne! Úristen! Ne húzzá innen el! Na gyere, szálljál kifele! Na húzzon innen a picsába, nincs itt semmilyen építkezés. Nagyon gyorsan. Vigyázz, én átmész az embered, te! Mit csinál? Jaj, úristen! Jaj, nem fegyver. Nyaljátok ki a szeggem, szekák! Ki kell kapni a sávot belőle, geci. Húzzatok a picsába innen el! Átmennek a kocsin, geci! Na húzzatok innen a faszomba! Gyere, húzzi! Szigyumatozó, a kuka! Faszom! Ha majd önti benzinnel. Dual helyzet, srácok! Ticiá, gyere ide, Rodi, mert az robbanni fog. Gyere, gyere, gyere! De hogy fog lobbanni? Csak most az a baj, valaki lőni fog, rá fog lőni. Aha, mondtam én. Egy lövés. Első lövés. Ott ég. Hát az kevés lesz, felrobbanjon. Bármilyen hol teszik hozzá a benzines ládát. Hoppá. Na, végre. Talán berobban. Talán. Csoki, öncsi,
Szia, Don! Jó. Hát, nem tudom még, hogy a békés helyzet hogyan alakul. A uraim. Sokan burulj innen tovább szépen. Nem tudom, egy kicsit elmegyünk, elmegyünk tanácskozni. Erígy már, szállj ki a szétbaszózatot. Miért kell ezt csinálni, Józika? Józika, ezt miért kell csinálni? Ez a mi terület? Mérnök úr, menjünk egy kicsit arrébb innen, kezd meleg lenni a helyzet, jaj. Menjünk innen, az a biztos. Ez a kocsi is benn lesz mi? Az izébe, benn lesz a szalomba. De húzzanak el a picsába itt. Nagyon gyorsan, menjenek innen a picsába. Jó, jó, rendőrség helikopterek. Nem akartok bajt, ugye? Na, húzzatok a picsába. Gyerünk utá. Jaj, vigyázz, gyere arrébb, keci! Juhuj! Már zúgor egyetlen. Na, ott megy a cica arc. Jön a lasság, akkor jön az egység. Azt szopolom, hogy egy tankokkal fognak bejönni. Teszik? Tankokkal? El kéne fogni a mutyit. De figyeljetek majd, de nagy gengszelek, most a Mutyi Jószka ellen vagyunk, nem? Most a Mutyi Jószka találta ki. Akkor miért nem laboljuk be Mutyi Jószkát a ballakociból? Nem jött ide, visszalent. És akkor üljünk be Veldába, azt kapjuk el életed. A gépeket beengedjük, lerombolják házakat. Nem kellene én elmennünk, tehát jó helyen vagyunk itt. Most a bunker itt a mérnök, vagy a kis főnök? Mindenkinek megvan az itt. Jó, mi láttál, igen. Nem tudom, mi a faszom van. Csatorna lesz amúgy. Csatorna? Arra akarok futni. Hol a barátnőm? Édeszem, mele vagy? Na, ott van. A flancban neki mentem a kerítésznek. Édeszem? Igen? Azt mondták, hogy jön a katonaság, meg ilyesmi. Igen, láttam előbb, már ott voltak, vagy 5 autóval. Te szék? Milyen 5 autóval? Hát ilyen, olyan 6x6-szerűvel. De az kommandósz, koci, te szék? Az baj. Nem jössz ide fel amúgy inkább? Itt is beszélgethetek, érted? Csak hogy biztosan is. Ezt mondtam én is neki. Lehet. A guci póló van rajtam, nem nagyon mászkálok ilyen koszhoz tetőkre. Figyelj, kapd le aztán oda, rakd le a kuka mellé, érted? De nem kell persze. A guci pólód ahhoz, hogy fölmászol, a kezed kell hozzá. Édeszem, hisz a piszkosz lesz, ez egy eledeti. Senkit nem érdekel, mi ez guci. Nem olyan longyokba járok, mint te. Én nem járok longyokba. Ruhába járok. Cufolódás, hallottam a cufolódást. De mintha én is ezt hallottam volna tőled, kedves Titiá. Kis édeszem, te kis tüzes cigánylány. Na. Finci. Ajjajjaj. Menjünk fel a tetőre, jó? De most, hogy mindenki a tetőn van élted, akkor ki fogja megvinni az utcát? Szóval kérdezem. Hop, gyere. Teszik, hova? Ja, az most te még rendőr, de. Ütik a kommandósz, baseball ütővel. Hát ezt mondom, hogy gyere odanél! Édeszem, mondd már be a rádióba, amit a bunker vagy Liko mondott a rádiócatona, hogyha mindenki háztetőn van, akkor nem látják az összefogást. Ezt mondd be kérlek, uha. Hop. Én nem vagyok fönn ezen a rádión. Már mászok is tetőn? Már mászott, másztam is. Nem érdekel a guci póló. A picába. Ezt ki kéne lőni, nem? Szerintem a... Húha! Viszik a bunkernek a kis tankját. Húha! Vigyázz innen kisgyerek, menjél be a házba! B-tel plot, a B-plotokon lépett életbe a B-plotokon. Futász! Futás van! A B-plotokoll... Édeszem!
Istenem, édesem, mit csinálsz? Oh, hát Jól vagy éd... Elő a helikopter, oh, mit csinálják vele? Jól vagy édesem? Életbe lépett a B-protokoll, most kéne húzni a bélbe. Jó, várjál csak, kurvára vérzik itt a oldalon, mert egy pici... Édesem, oh. Akkor szedd magad össze, futász van. Jó van. Lenelőj embel, a cajci. Hú, a francba. Én is lövöm, szétlövöm az ekákat, öcém. Szétlövöm, gyere. Szétlövöm. Hajlá, hajlá, csak a hazáél, a glúvél. Au. Mit csinál, mit csinálsz, mit csinálsz, au. Normális vagy? Au. Au, édesem, eltaláltok. Igen, is kurvára. Meglőttek édesem, halszoltam a glúvél. A kicsit fáj. De rakd el a szukkert, mert itt van a kommandósz. Rakd el, kurvára. Értem, értem, értem. Aut. Istenem, jó Istenem. Szétlőttem az egyik zekát, érted? Nagyon nyomod, nem is volt kézét, és tukkér. Nem, hátrafele előttem, mint a Matrixba. Értem, itt vannak fölöttük. Jó Istenem. Helikopterből lőttek a nyomorultakat, ezzel mi mit csinálják? Hú, de fáj, bassza még. Jajajaj. Picába, jó sok lövész kaptam. El kéne húzni a vélbe. Igen, de csak nem annyira gyors ez így. Jó, én nem vettem fel azt a kurva gólyóálló mellét, én nem tudtam, hogy lövöldözés lesz. Hát nem tudtad a groove-ot védni. Jó Istenem. Megpróbálok megint egy túlmixot oldalt, ajja Istenem a pólóm. Oh. Nagyon vérzél. Kúra jó szokat kaptam, édesem. Hívj egy mentősz, vagy nem tudom. Ide nem hiszem, most ide fog jönni mentős. Ó, milyen darab van. Csak feküdj le édesz, feküdj. Lehetőleg úgy, hogy a szegged itt legyen, érted, arcomnál. Jó, várjál. Ó, lemek! Jaj! Keci, kiugrok a szar elő a rendőr! Tátunk lukot, meg megy a darra! Francia szerinted? Ja, Francia elment már! Jaj! Persze, hogy elment! Oh, ott van velünk szemben katonai helikopter szerintem. Ja nem! De abban is lőnek! Jaj! Édeszem! Hogy a picsába fogunk innen megmenekülni? Igen? Elég sok golyót kaptam. Lehet, hogy gyorsan egy utolsó lufi kéne, érted? Nem... Lehet, hogy nem élem meg a holnapot, mert megvétem a glúvot. És most szerinted... Most szerinted a fájdalmakra most neked egy... Igen, szeret egy utolsó lufi kéne. És az nem számít, hogy én is vérzek amúgy? De... Engem nem érdekel, hát nem coolunk, csak lufi, érted? Az nem probléma, hogy vérzel. Tehát... De nem úgy értettem, te bolond, de hogy meglőttek. Jaj, édesem, jól vagy? Igen, jól vagyok. Akkor lufisz le. Akkor örülök, hogy kapok levegőt. Hát ha jól vagy, akkor csak veled kikérlek. Lehet, hogy meghalom, hogy tilted. Hát akkor kiverés nélkül ház meg sajnos. Csak veled kikérlek, mert nagyon szalul vagyok, nagyon szokat kaptam. Te hogy vérem, hagyjál a hülyeséget. Én is kaptam. A kurva életben. Faszki van. Nem, megvagyunk. Megvagyunk. Szétlőttem a kommandós. Mondjad édesem, szétlőttem a kommandós. Mondd csak neki. Nem csinált semmit, csak megöltjük. Jó, gyere, szétlenek. Franzban nagyon sokat kaptam, nagyon fáj, bunkel. Figyelj, kapsz egy csepp, papasz. Ezt tóld el magad, kapsz meg egy spanglit. Lájsz, lagasztom a kis kezem le. Jó, szívd el. Majd később. Jó, tehát akkor fordulj meg. Szétlőttem a kommandós szávot, teszik? Jó taktika, csak értem. Igen. És most mi a terv? Hát motyival tárgyalunk. Lemek? És ahhoz a ticiaid miért kell? Csak kérdezem. Hát mi itt összeraktunk valami képet róla. Na, hogy? Teszik? Szerintem csörög a telefonom, szerintem hív a... Valaki felvettem, bunkel? Vettem. Hát, Haló, teszik? Faterja? Szia. Ja. Hát éppen itt vagyok a McDonald's-ba.
Szerintem pont ő hívta fel. Figyelj, mondd már el neki, hogy itt vagy. Tehát ne hazudj neki, ne hazudj neki, hogy fejbe lőnek a gecibe. Fejbe fognak lőni fotel, nagy szalba vagyok. De most azt mondtad, hogy jó helyen vagy, nem? Hát a McDonald's-ba szeretnél építeni McDonald's-ot, annak a kis helyén vagyok, a telkén élted. De mit keresel te ilyen helyekkel? Mondtam, hogy kérdezt a gettót. Én meg mondtam, hogy kulvának komoly arcok vannak, Baláti különbe élted. De most szalba vagyok, mert meglőtt a lendül. Most húzd ki a zsebemből, a baráti köröd most húzd ki a zsebemből. Miattad, mert olyan szerencsétlen vagy, hogy odamész. Miattad több millió euró nyereséget. Felbírod ezt, Pank? A biztos Szoxi. Igen. Tankot visszahozzam. Szoxi, sok Halloween-os kulva kijön belőle, érted? De minek kellett oda menni? Mert mondták a spanok, hogy jöjjek védeni a glúvot, a hazáél, meg ilyesmi. Figyelj már, el kellene... Tudod, hogy nagy dilemmába vagyok. És mi lesz vagy dilemmába? Mert ezt cukert oltanak a fejemhez, most nem éltem. Hívott. Pont ez az. Igazából, ha nagyon köcsög akarok lenni, akkor két problémát megoldál nekem itt. Ez én most... küldöm, visszaküldöm a rendőröket, hogy tovább lövöldözdenek. Végül ott fejbelőnek, belecső lesz már gondom. Többet nem fogsz a nyakamra járni, nem kell gyerektartást fizetni. Fotel, azért csak nem csinálsz ilyet, hogy fejbe lövetsz, érted? Most mi? Érted, hogy miért vagyok? Múlkul azt mondtad, akarsz horgászni, nem értem. Gyere csak egy középre, Tici. De hát azért most ez nagyon nagy lehetőség számomra, hogy mert kérdezett egy csapásra. De Fotel, azért kicsi túl van, nem? Jó. Én azért mégis csak a fiat vagyok, érted? Jó, csak nem kéne kihillatni. Mammukat, bolsz. Szuper. Városi páratlan. Te szék. Mondj egyet, páratlan. Háromszög. Jó, akkor fej vagy írás? Szerintem legyen ilász. Ilász? Ilász, úgy szeretok írni. Majd megtudod, hogy nyertél-e vagy szék. Nem, jó? Most hát azért... Azok a... Ha írás tudok, akkor életben maradsz, hogyha fej, akkor viszont... Ja, ilász életben maradsz. Szerettelek, fiam. Szerettelek, fiam. Viszlát. Én is, még most is. Azt mondta, hogy semmi baj, tiétek minden ilyesmi, és mi mehetünk, gyere édeszem. Minden rendben van. Nem biztos, hogy hova megállsz most. Te szék, hova? Nem biztos, hogy hova indítunk. Értem. Szehova nem megyek, persze. Ki az a patícia? Jön az a helyi kivinni innen ezt az okosimbét? Egy kínai, nem is kínai, ilyen kis piacos ember. Azt mondta Bunker, valami nagy ember az apád. Persze van egy nagy piaci szandja van, érted? Állom minden ilyesmit. Klosszpapucot, minden... Hogy csinálják az apádat amúgy? János! Most küldte be ide a hadseregét, érted? Uha! János? Milyen János? Fingobszint. Mi a családi neved? DeLong. DeLong János? Nekem nem János, én Ticia vagyok. Nem te, apádról van szó most, te somsz. Nem tudom nevét, érted, mert csak gyerektartás füzet. Nem tudod saját a... Mondja már valamit. Igazából én nagyon szokott találkozni apjával. Én is eláttam még érdekes, igazából. Érdekes, most mégis felhívta. Ő föl szokta néha hívni, de nem nagyon... Tehát nem mint egy apa. Pont akkor hívja föl, mikor megzsarolunk. Érdekes. Pont most. Hát még gondoltam... Tudja, hogy ti tudjátok, vagy érted? Most már kezdik kapiskálni szerintem. Akkor valószínűleg azért hívta fel. Hát de most volt sem volt nagyapám, mert hát... Mit mondott Ticia? Mi ez az írás? Azt mondta Ilász, akkor nem nyilat ki a fej, akkor igen. Értem is, mi volt végül az érme? Ön Fingomszint, azt mondta, majd most feldobja, vagy gondolkozik ilyesmin, nem tudom. Hát akkor hívj már fel, hogy most akkor fejbe lövet, vagy sem, jó lenne tudni. Értem, lemek ötlet édeszem. Lőnek. Szerintem. Teszik? Lehet, csak halúztam amúgy, de esküszöm, hallottam a lövést. Éltem. Persze, éltem. Jó, rendben, akkor engem engedjenek szabadon, és... Ezt akkor Leo mit csinál? Éltem. Pizzázik, vagy... Engedjenek szabadon, és akkor elmegy mindenki, és akkor marad minden a légibe. Jó, megmondom, persze. Nem mészt én sehova. Azt mondják, nem mehetek sehova. Te tudtál tisztítani?
Értem. Most mondják, hogy minden rendben van, és én elmehetek? Akkor még nincs ki most. Nem mehet, sehova sem viszél. Majd szölög? Akkor nem késtem. Kiskebb a kihelyzet? Hát igazából semmi. Hát, még megpróbáltam. Így gondolod? Egy olyan páncélozott szarba jön vagyok a legjobb. Megpróbáltam. Senki nem lő. Senki. Elbújtál a házba, kisgyerek? Te szék? Házba elbújtál? Hát, hogy lövöldöztem a lendülőket, ember. Ja, lövöldöztél? Egy ilyen gangster vagy? Persze. Kifutott egy komodosz, azt gyomlon lőttem, csak úgy szeltaláltél. Gépfegyvellel, az elég szokott kaptam. Nincs még egy szebb tapasztal, vagy valami kicsit vérzik. Mint egy bajszos. Nincs, de van varázs cikke. Az nem kell, köci. Gyere, cicik, az hát, épp. Vedd le a pólót, te soha, és kezd be iszre. Kezd be esetet. Gyere, kakao gangster, ugorját halom. Ó, picába, szegi cilmál. Gyere, hát nyújtom kézem. Gyere, hát. Out! Na gyere, utána. Oda a kő közepébe, jó? Te leszel az Isten pontja. Az... de miért? Oda középre, menjél nyugodtan, bátran, középre, középre. Na szóval, az a... Várjál, kisgyerek, várjál. Most segítenek majd bekötözni. Kicsit hangosabban beszélek, tehát az a helyzet, hogy be fog jönni Mutyi, tehát félti egy kicsit az életét, úgyhogy egy fehér, meg egy lila, meg én oda megyünk hozzá tárgyalni, meg jön velünk Cici, jó? Sárgák túl nem kell valaki? Nem mondtam? Fehéret mondtál meg lilát, sárgát nem. Bocs, sárgát is akartam mondani, tehát valakit szállászatok ki. Már kopasz nincs köztünk most ilyen pillanatban. A vázli az, úgy tudom, hogy ott adott a hátul. Hát akkor jöjjön. Akkor jöjjön tőletek, úgyhogy nem tudom. Vázli? Nem úgy, hogy ez az emut szómag, mert ilyen bütös volt már. Nem segített. Meglohadt. Figyelj bunkerre, megyed a bunkerre. Valaki itt vagy Mázli? Na, itt vagyok, mi a pálya? Mindjárt jön be, micsoda, Mutyi. Tőletek, tőlünk, szép. Meg a fehérektől egy ember oda megy, meg Tici. Tárgyalunk velük, lehet, hogy egyszerűen meg tudjuk oldani a dolgot. Aha, hát szép, komplet. Jó lenne, mert... Hát csúnyán rá kell félnek, hogyha nem egyezkednek. Igen. Ezt csak nem akarnak maguknak baj. Van nálatok nagy a veszteség? Tehát mi, hogy állunk egyébként? Tőlünk valaki bukott el? Tőlünk, ha jól tudom, eddig csak a kopasz lőtték meg, szerintem meg várja, tartok egy 5. Hát, de szerintem sokkal tíz, többet kellett. Még egy 4-5 ember, de a házon is rohangáltak körbe, várjál. Akkor hív majd őket. 4-en vannak a házunk. Mindenki, aki van, akár a sárgák területén, akár itt a grúvon, gyertek ide a grúvra. Adok akkor egy ilyet, hogy ne fájjon. Bár ha egy 10 gangsterkesz meg lerolyozol, akkor túl kéne jelenni. Polc, hova lett egy csajunk? Csajom? Nem vágom. Kerestem hátul a bokorba, nincs hova. Próbálnám meg köci. Érni, hogy mi van. Többiek itt vannak, még vannak. Nem kapcsolatú. Ez gond? Akkor lehet egy ember nem is ja, meg a totó sincs itt, szóval nem tudom, az hol van. Ja, hátul is lepitt egy illa. Kopasz is erre. Kipakoltátok? Pakoljátok ki, voltatok? Nem, pakoljátok nem voltunk még. Baszki, a tank még itt van? Itt jobb oldalt. Amikor lőttek a gépet, vagy a helikoptert, akkor ledobta oda a jobb oldalra. Elvileg a rendőrök teljesen visszavonultak. És kaptam információt. Az egy jó info. Az a baj, hogy lövődök közben is folyamat pityeget ez a kurva telefon. Motorosok is itt voltak a környékén segíteni, buszkó folyamat jelzett. Jön, tesó, szarul. Kicsit. Várj, tesó, gyere arrébb, adok valamit, hogy jobb össze. Nem kell az a majolanna, köci, nem kell? Hát a más is tudok adni a kezd. Mit? Majolanna. Hogy el akarták vinni? Rohadjanak el, azok a tankat. Tényleg egyszerűen, hát mekkora mágnesen jöttek, az most nem kell, köci, vagy jobban, kaptam egy fájdalmat. De azt mondjátok meg, hogy ezt honnan a faszomból kötöttétek el. Akkor tessék. Hát, picit húzódjunk. Egyre rosszabb fegyverek, kábítószerek.
Felhúzták őket, nem tudom hol vannak. A bokorvosan. Már igazából tájtalan, mert most jelenleg kicsit nagy budiba vagyok, úgyhogy. De már tájtalan. Megoldottam közben. Milyen kis ugye ezt, hogy édeszem? Lerakom most jó puszika, jó puszi. Mondját? Milyen kis ugye ezt vagy? Miért? Hát, hogy szimán megoldott közben ilyesmi. Te nem kész egy fájdalom csillapítót? Hát, fáj, még egy kicsit, de kaptam valami csillapítót. Jó, lemek. Nem vérzél? Nem. Fasza? Kicsit. Nem futunk el, vagy nem szal ötlet? Mit akarsz kicsit? Tesszó az egész szeretet. Hallom, de próbáld meg azt a bőrteszállók, ez kicsit nem nyávogsz, mint a levésfűzés kurva, hanem csendben maradsz, jó? Persze, kuszolok. Nem szeretném ezt a nagyszer földugni segédbe. Én észre szeretném, kuszolok. Megköszöntem. Rikó, Tici, Mázli, gyertek, mi megyünk előre, többiek legyenek szétszóródva, azért figyeljünk, tehát nehogy véletlenül a zsekák ránk jöjjenek. Jó. Gyere, Tici. Melle? Itt elő, megyünk. Csak keresztelődéshez. Mondjuk rá Ticitől, nem tudom, elmegyük a fegyvert. Lehet, hogy megyünk. Jó, ki nem erám úgy. Mi van nálad fegyvert? Igen, tőlem kapta. Persze. De akkor a Sziszi is adhatod ide táskámba, ért? A Sziszi, azt add vissza, az a biztos. Szétültem a zekát, öcém. Jó. Jó, figyelj, tehát ez nem személyes dolog. Neki nem kéne tudnia, hogy te szétlőtted a zsákát szét. Persze, nem mondom el, Valelko, itt van nálam még egy ilyen szal. Milyen szar? Ne legyen már nálam, érted? Jó, dobd a csáskába. De finci. Nem tudtam belelakni, nem tudom meg kihúzni a cipzált. Ki, mert tele van a zsebim. Szerintem megtelt táska. Adj el egy ücit! Adj egy ücit, vagy valami ilyeszti szomjaszőkicit. Tessék. De szék. Mondom itt is, tehát nem szeretnénk, hogy Mutyinak baj essen. Tehát mindenki így rángatózzon. Csumi! Csá! Muszáj voltam, rámadták a rendőrök, mert hogy nehogy valami baj legyen, itt egy kószogolyó. Figyelj, mert a rendőrök egyébként hol vannak, merre vannak? A rendőröket egyenlőre visszaküldtem. Jó. Na kinek adhatom? Ezt a ad nekem. Hogy néz ki? Telefonon nézzük, hogy mi áll benne. Mondd csak magadból olvast fel. Igen. Jó. Nem biztos. Én, amit tudok, én megteszem, mint láttad, beleértem a szerződésbe. Remélem, az ötlet szerzőjét is jobb belátásra tudom bírni. Adok belőle neked egy másolatot, rendben? Jó, viszont, tehát ebben, ezen a papíron nem szerepel a sárgáknak a helye. Azért írtam Grúztit és környéke. Jó, helyen, tehát akkor... Fog ilyenne játszani, hát most... Jó, tehát akkor te erre szavadat adod, tehát igen, nem, igen. Akkor meg fogunk... Olvasd már fel, mi van papírban, Lilácskát. Szia, az érdekelne mindenkit. Egyetlen egy van, mint ahogy mondtam, ennek az ötlet gazdájával beszélnem kell, viszont ő nem tudom, hogy... Jó, figyelj, tehát akkor, ami nyilvános, én Mutyi Jóska, a továbbiakban nem adok a Groove Street és környékén történő beruházási tervemből. A jövőben erre a célra más területet keresek. Igen. Aláírva Mutyi Jóska. És pedig mondom, mert... Hát legutóbb sajnos történt egy incidens velem, és hát akit ott megneveztem személy, vagy személyek, vagy valakik, de elrablásom során kényszerítettek erre. Jó, figyelj, nekünk, tehát oké, okay, tehát vállaljuk, hogy nem fog az ötlet gazda se megsérülni. Eltévesztettem az utcát, elnézést kérek, szép napot!
húzzal ide a rágcsát. Ne húzzal ide a picsába. Jó, ezt akkor itt lesz a papír, jó, odaadom akkor a tessék. Jó. Jó. Ő is akkor ezt a fiatal embert tudja, azért nem szeretném, hogyha egy ilyen fiatal ember ne baja esne. Jó. Oké, okay. Szerintem mit gondoljuk? És mi helyzet a Jamestown Street-tel, szenyor? Azt mondja meg. Minden benne van itt. Groove Street és környékén nem tervezünk beruházást. Jó. Hát de az a környékét annál egy kicsit pontosabban kellene megnevezni, hogy Groove Street hát és környéke. Most, hát most ezzel a térthetünk bármit. Ismer engem, mikor nem adtam a szavamot? Én nem ismerem magát, pont ez az. Én csak azt tudom, hogy azon a negyednél kurva egy éhezés van, szí. Már az emberek elől a kerítést elvitték, ami a herkásokat meg az ilyen rossz drogosokat megállította, szí, hogy ne tudjanak bejönni a lakóházakhoz. Maradjunk annyiban, én szétnézek, én tudom, hogy hova megy el ott a pénz, már ne haragudjon. Aha, aha, értem. Azért én örülnék, hogyha abban a papírban, hogy Groove Street és környéke, mondjuk egy zárójel, a Jamestown Street sem tartozik ebbe a részbe, én ennek örülnék azért. Nagyjából mind a ketten hasonlóak vagyunk, csak egy kicsit más oldalon állunk mégis. Uh-huh. Mindenki máshogy intézi, maguk fegyverre intézik a dolgaikat, én pedig senki nem intézi fegyverre, maga úgy intézi a dolgokat, hogy behozza a buldózereket és átgázoljatatja az embereket, meg a buszokat, szív, meg mindent. Ez a megoldás, akkor nem is tudom melyik a jobb. Mert hogy fegyver addig nem dördült, amíg a magának a koloncai ugye nem kezdtek el lövöldözni, ha jól tudom. Miután megverték az embereket, a munkásokat. Csodálkozik, kivertem három embert letapoztak abban a hegynyutápás szárral. Normális ne vicceljünk már, normális az ilyen amelyik át? Nem, az normális, aki elé áll egy ilyen gépnek, uram. Nem, én a busz tetején álltam, és úgy jött nekem az a szára, senki hogy azt sem tudtam, merre boruljak. Normális az ilyen, látja, hogy az is veszélyes, mert eleve az veszélyes, hogy felállt a busz tetejére, uram. Ja, nem az a sofőr hibás, aki abba a szárba jut, úgy, hanem az a kérdése. Neked elég ez egyébként, hogy szóban vagy hozzon egy másik papírt, amivel hát bele van érvezés? Én örülnék, ha hozna egy másik papír szín, mert... Szerintem is már tudjuk mi ennek, tudjuk mi ennek az ilyen nagy cápák, akik tele vannak lóvéval. Tudjuk, hogy az ilyen nagy cápák mit csinálnak, akik tele vannak lóvéval. Keresik a kiskapukat, szí. Ez már megint szaladgál valahol, az a csávó? Vannak benne civilek is. Igen. Nem lett volna rossz a szándék, de ha nincsen konkrétan leírva, jó, szerintem persze, akkor persze, van, akkor bármikor értitek. Még a nevében is benne van Mutyi Jóska, szí, mutyizni szeret, érti. Figyelj, gyere csak félre egy pillanatra. Megvárja csak. Na, sikerült megírni? Igen, itt lesz akkor, jó? Már itt is vagyok, szerintem. Igen? Azt a másikat azt tépje össze, legyen szüves is itt a... Jó, elő is veszem a zsebemből, várjál. És akkor itt lesz az új szerződés. Tehát... Minden három bandának hagyják. Egyiket el is töröltem. Tehát, én Mutyi Jóska, továbbiakban lemondok Groove Street és környékét. Zárja be Jamestown Street történő beruházási tervemből. A jövőben erre a célra más területet keresek. Marad tisztelettel Mutyi Jóska, 22.5.15. Los Santos, aláírva Mutyi Jóska. Köszönöm szépen, mi akkor mennénk is, jó, mert engem várnak még vacsorára, és nem szeretem, aki hűl. Rendben. Jó, nektek így jó? Hát ha ez így van, pontról pontra a papíron, akkor jó. Akkor legyen. Akkor gyere! Ja, menjél Ticke. Azt sem bánom, ha berakják a gépjárműbe aztán. Tudok én szitálni. Miss Miris, menjek? Még több jelen már máshol ki. Viccesz. Szomag tartó, viccesz. Most Miris kell jönnöm? Figyelj már, Mutyi. Figyelj már, de most tényleg nem adhatok másolatot? Tehát itt van három ember. De olyan nincsen. Egyet adhatsz. Egyet. Három banda van, de három. Jó, egyet adok mindenkinek. De... Figyeljetek, tehát ekkor ezt az infót úgy kezeljük, hogy belsőleg jó. Jó, mehetünk. Tiszta sor. Jó, mehetünk. Pacsi? Tici fiam.
Én tudtam már akkor, hogy életemre nagyobb hibáját követtem el. Cáfot el? Most mikor ez mi a sarki boldog vettem az olcsó húszert, tudtam, hogy a legnagyobb hibáját követtem el. És azt tudod, hogy nagyon sokkal tartozol nekem. Mint a szék? Azt tudod, hogy nagyon sokkal tartozol nekem. Miért is? Hát mert ha nem lettél volna itt, estére le lett volna dózról az egész, és meg épült volna egy új beruházás keretében, új McDonald's, KFC, pláza. Hát király. Most már lemondhatsz róla. Miattad van. Ezzel tudtak csak zsarolni veled. Nem tudom, minek kell belekeverni ilyen. Hogy kérdezem már meg most, ki tudja, hogy te a fatelon vagy? Hát valahogy biztos elszóltad. Én biztos, hogy nem. Én tagadom, mert kurva ciki, érted az utcán, meg ilyesmi. Hát mindegy, ezzel hívtak fel. Ezzel hívtak fel a Bunker nevű úriember. Tiszteltem, Altábor nagy úr. Igen, sikerült. Elhoztuk a fiatal embert, így legalább bár fiatalkorú áldozata nem lesz. És akkor kérem, vonuljanak le, hagyják is békén ezt a területet, mert hát nem rózsás a helyzet most ott, jó? Köszönöm szépen a... Köszönöm a munkájukat. Hát csak bejelenteném azt a lopott tankot, amit megláttunk. A hotelhez vigyük el. Melyikhez? Az ócsóhoz? Az ócsóhoz, persze, ott fizettem ki fél évet. Elköltöztem el, és kurvára nem fizetted ki a fél évet, fotel. Jó, hát akkor ide hívod a kis cimboráidat, vagy nem tudom, de nem mozogjál itt a Groove Street-en meg a környéki. Nem tudom, milyen nem kell valami normális munka után nézni. Dolgozom már egyáltalán? Szuliba járok még. Azért van gyerektartász. Még iskola. Milyen iskola ez? Ilyen kiszegítő, speciális. Speciális igényű. Speciális igényű, persze, mert kurva okos vagyok, gyorsan fejlődök, ilyesmi. Fatel, nincs egy kis zét? Nincs, most buktam miattad, mennyi? Egy kis zét, adja meg, Kajcila. Mérnök úr, vigyük vissza inkább, és lépjük szét a szerződést. Inkább kiszállok. Majd szölögél, jó volt látni. Ezt a picádba bele! Neked meg a másikba! A francba! Most... El kéne mennem kolászba, mert... Kicsit meglövöldöztek, érted? Ez nem valami elpész. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.